Sziasztok, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit itt a mai beszélgetésünkön. Ez a Sportol Jogos Nap PTN című előadásunk. Én Palatinusz Fanni vagyok, a Pécsi Állam és Jogtudományi Kar negyedéves hallgatója, és emellett a PTN PEAC vízilabda csapatának igazolt sportolója. Ma az egyetem és a sport kapcsolatáról fogunk beszélgetni a két másik beszélgető partneremmel. Igazából nagyon-nagyon régóta sportolok, mindig is az életem része volt, és az se volt kérdés számomra, hogy a PT-et választom, amikor gimnazista voltam. De hogy ennek milyen oka is vannak, és hogy az egyetem az, hogy jelenik meg a sporttal összefüggésben, arról most a későbben nem fogtok hallani. Szia Blanka, üdvözöllek itt nálunk. Kérlek, mondd el nekünk, hogy ki is vagy te, mivel foglalkozol, és miért éppen a PT-et, illetve az AIK-t választottad. Szia Fanni, sziasztok! Jacsó Blanka vagyok, és Fannihoz hasonlóan én is a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar első éves hallgatója vagyok, valamint a PEAC igazolt sportolója vagyok. Hogy miért is Pécset választottam? Már gimnazista éveim alatt is rengeteget jártam Pécsen, és hallottam nagyon sokat a méltán hírestek PTL család szlogánről. A jogi pályát már korábban kiválasztottam, most már csak azt kellett eldöntenem, hogy melyik várost válasszam. Mikor februárban volt lehetőségem eljönni a nyílt napra, nagyon megfogott a kar családias hangulata, valamint a felsőbbévesek közvetlensége és segítőkészsége, így már nem is volt kérdés, hogy Pécset válasszam. A következő kérdésem az az lenne, hogy mit gondolsz a sportról és mióta sportolsz? Kiskorom óta fontos szerepet játszik az életemben a sport, több mindent ki is próbálhattam, például kézilabdáztam, teniszeztem és úsztam is. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek egy olyan közösség tagjai legyenek, ahol támogatásra lehetnek, illetve hogy olyan hobbiuk legyen, ami az ő érdeklődési körükkel azonos. Emellett a sport által már kiskorban megtapasztalhatják azt is, hogy milyen nyerni, de kisebb kudarcokat is átélhetnek, ezáltal nem fogják feladni, és sokkal kitartóbbá válhatnak. A sport fontos szerepet játszik a társas kapcsolatok kiépítésében is, és az egészséghez is nagyon hozzájárul. Azt még kérlek mondd el, hogy miért pont a vízilabda, ami mellett kikötöttél, mert mint említetted, a PTL-t a vízilabda szakosztályán játszol te is. Azt el tudnál mondani, miért pont ezt a sportágat választottad? Mint ahogy az előbb is mondtam, rengeteg sportot kipróbáltam. Ugye kézilabdáztam eleinte, majd úsztam is. De megmondom őszintén, hogy ez a faltól falig úszás, ez eléggé unalmas volt, és kellett valami, ami kicsit feldobja ezt, és az akkori edzőm ajánlotta nekem a vízilabdát egyébként, és pont amikor, pont ebben az évben alakult Székesfehérváron, ahol elkezdtem a női vízilabda csapat, és akkor így kipróbáltam, lementem az első edzésre, nagyon-nagyon megtetszett, és hát ott is ragadtam, úgyhogy ez így. A mai másik beszélgető partnerünk az Nóra lesz. Szia Nóra, kérlek mutatkozz be, és mondd el nekünk, hogy szerepet játszott-e az egyetem választásnál, hogy Pécsen játszottál. Sziasztok! Először is üdvözlök minden kedves érdeklődőt. Én Demeter Nóra vagyok, a válogatott kosárlabdázó és a Pécsi AIK negyedéves hallgatója. Igen, befolyásolta a döntésem, hogy akkoriban a PEAC felnőtt csapatában játszottam. Szerintem a PTE nem csak annak jó választás, aki itt sportol. Több olyan sportoló is van, aki a PTE miatt igazolt Pécsre. A továbbtanulás számomra sosem volt kérdés, mivel tisztában vagyok a hivatásom kockázatosságával, és mindenképp egy versenyképes diplomát szerettem volna szerezni. Így biztonságban fogom érezni magam a karrierem után is. Szerinted miért jó PTE-n tanulni profi sportolóként? Segít valamit az egyetem a profi sportolóknak? Úgy érzem, hogy az egyetem segít kicsit kilépni a mókuskerékből, a napi edzések és meccsek mellett. Az egyéni tanrendnek köszönhetem, hogy teljes felmentést kaptam a kötelező foglalkozások alól. Az egyéni tanrend másik kedvezménye, hogy a vizsgáimat a vizsgálószeg előtt is letehetem, illetve az oktatási időszakot is korábban lezárhatom. El tudom képzelni, hogy sok sportoló nincs tisztában ezekkel a kedvezményekkel, illetve azt gondolhatják, hogy az egyetem nem fogja őket kellőképpen segíteni. Szeretném ezt megcáfolni, illetve bátorítani mindenkit, aki érdekelt a jog világában. Úgy érzem, igazán megéri ez a befektetés a jövőnk érdekében, akár a sportolói karrier mellett is. Mi jut eszetekbe arról, hogy az egyetem és a sport kapcsolata, vagy pedig, hogy az egyetemen sportolni? Ezt ki tudnátok fejteni? Én azt gondolom...
De bátran már bátta. Milyen jól elkezdtem, nem? Azt gondolom, hogy az egyetem által kínált sport remek lehetősége hallgatók számára, hogy kondiban tartsák magukat és megőrizzék egészségüket. Fontosnak tartom, hogy a vizsgai időszakban a mentális fáradtság mellett fizikálisan is elfáradjunk, illetve kicsit kikapcsolódjunk. Úgy gondolom, bátran mondhatom bárki nevében, hogy a jó hangulatú edzések alatt egy remek kis közösség alakul ki, és rengeteg új barátot, ismerőst lehet szerezni. Én is csatlakozom az előbb elhangzottakhoz. Nekem az egészség fenntartása jut eszembe elsőként, illetve a szórakozás. Az edzések nagyon jó hangulatban tudnak telni. Illetve ez egy újabb lehetőség az egyetem mellett új barátságok közösségek kialakítására, amely akár egy életre is szólhat. Illetve a sport mondható az egyik legjobb stressz levezetőnek, ami hozzájárul egy kiegyensúlyozott élet kialakításához. Én teljesen egyetértek veletek az utóbb elhangzottakról. Azt tényleg ki kell emelni, hogy a Pécsi Tudományi Egyetem nagyon sokoldalúan támogatja a sportolókat és a hallgatókat, hiszen a PTN-nek van egy táncegyüttese, ami számos fellépést teremt a hallgatóknak, és egy nagyon jó közösséget teremt azáltal, hogy a hallgatók meg tudnak ismerkedni másokkal, és emellett a tánc világába elmerülnek. A táncegyüttes mellett meg kell még említeni a PTF-PEAC Egyesületét is, ami 17 szakosztályt foglal magába. Itt mindenfajta sportot megtalálhattok. Szerintem ez egy remek lehetőség arra, hogy minél több embert ismerjetek meg. Így igaz, ide tartozik például az asztali tenisz, a futszál, birkózás, labdarúgás, parasport és további szabadidős tevékenységek is, és persze a vízilabda is. Ha esetleg felkeltette az érdeklődéseteket, itt szeretném megemlíteni, hogy nálunk a vízilabdánál hetente 2 edzés van, illetve hétvégente az országos bajnokság fordulóin veszünk részt. Így igaz, és azt tudnotok kell, hogy jelenleg a vízilabda szakosztály toborzást hirdetett gimnazistáknak és egyetemre felvételizőknek. Úgyhogy ha érdeklődtök a vízilabda iránt, akkor csatlakozzatok hozzánk, és ne habozzatok felkeresni minket. Ez itt Mediterránia. Egy meccs, aki terápiát nem kell hezitálnia. Sasolgasson csak körbe a plac, lengben teli tár. Szórakozzat kedvére, ott várja a helyi bár. Suftiból szobán állt a nappali, aztán blöff. Ez az imázs láncsa magába ragadt, szívébe döf. Új meccs, csak hallja kvalitét. 100% meg tiszta, bárki, aki ide fárad magába ezt. Illetve ne feledkezzünk meg, hogy ezek mellett a PTF-at rendelkezik női és férfi kosárlabda szakosztálya, amely amatőr és profi szinten is megjelenik. Illetve a női és férfi kézilabda szakosztállyal, röplabda és még a vívás is jelen van. Amennyiben a különböző szakosztályokról szeretnétek részletesebb leírás, illetve tájékoztatást, akkor azt az alábbi linken éritek el. Itt utána olvashattok a különböző sportoknak, valamint elérhetőségeket is találtok a szakosztályokhoz, hogyha esetleg kipróbálnátok magatokat valamelyikben. A Pécsi Állam és Jogtudományi Kar kapcsolatába ki kell még emelnünk továbbá, hogy számos kari szervvel rendelkezünk. Ide tartozik az ELSA Pécs, a Média Jurist, illetve a szakkollégiumok, valamint aki a sport iránt érdeklődik, azoknak kiemelten fontos és ajánlom a sportoló szervét. A sportoló a kar új hallgatói szervezete, amely nemrég alakult, és magába foglalja a kari tömegsportokat. A karon a hallgatók számos sport közül választhatnak ezen a szervezeten belül, ilyen a férfi és a női futszál, valamint a férfi, illetve a női kosárlabda, ezen emellett van modern tánc és röplabda is, melyekre a sportolók járhatnak. A sportoló célja egy olyan sportbarát közösség kialakítása, mely a hallgatókat a sportra ösztönzi és segíti őket az új ismertségek, baráti társaságok létrehozásában. Ennek érdekében az edzés lehetőségek mellett különféle sportrendezvényekkel, előadásokkal színesíti a szemeszterek szürke hétköznapjait.
Biztos ti is sokan hallottatok már a medikus kupáról, ami ugye az orvosok közötti kupákat jelenti, ahol megmérettetik a hallgatókat. Nálunk ez ugyanúgy jelen van, hiszen a jurista kupa az pont erre alapszik, ahol jogász hallgatók összemérhetik sporttudásukat. A jurista kupán az ország valamennyi jogi kara jelen van, hiszen a debreceni, győri, szegedi, pécsi, illetve három budapesti egyetem is, az ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Egyetem is megméretteti magát. Számos sport van jelen egy ilyen jurista kupán. Ide tartozik a kispályás labdarúgás, a kosárlabda, röplabda, illetve a sárkányhajó is. Míg a kosárlabdában külön női-férfi csapatok játszanak egymással, addig a röplabda a vegyes felállásba történik. Az első jurista kupát 2017-ben, tehát nem olyan régen rendezték meg, ez Szegeden történt, majd egy évre rá 2018-ban Győrben került megrendezésre a második. Sajnos a harmadik jurista kupa a jelenlegi helyzet miatt elhasztásra került, emiatt ennek megrendezése a későbbiekben fog sor kerülni, amennyiben a lehetőségek is adottak lesznek rá. Szerintem maga ez a kezdeményezés, hogy több jogi kar összemérheti magát, egy remek lehetőség arra, hogy a hallgatók még több társukat megismerjék, hiszen sose lehet tudni, hogy az élet kivel hoz majd össze a későbbiekben. Amellett, hogy a sportrendezvényen megmérettetik magukat, szerintem nagyon fontos az is, hogy emellett jól szórakozzanak, hiszen ez erről szól. Facing full, finding close till I can't escape it up. A dying hope of the unobtainable. Driving this road like a lucid dream. Sleep through the daytime, fly through the evening. If I don't dream, I give life to my demons. So please don't wake me up. In the dark and I'm dreaming. I'm awake and I'm always you. On the streets and we're screaming words to songs that we once knew. Now the moonlight is beaming. Yeah, I like how it shines on you. Ezzel el is érkeztünk az előadás végéhez, köszönöm, hogy velünk tartottatok, legyen nagyon szép napotok, és ha bármilyen felmerülő kérdésetek van, akkor ne habozzatok keresni minket az alábbi elérhetőségen, és tényleg vár titeket az egyetem, nyitottak vagyunk rátok, úgyhogy tényleg írjatok, hogyha bármi van. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok!